A hó nélküli síelés olyan, mint a karácsonyi halászlé hal nélkül. Éppen a lényegi összetevője hiányzik. Vagy talán mégsem. Az elmúlt években egyre több műanyag borítású sípálya épült hazánkban is, annak szándékával, hogy a sízők hóhiányában is tudjanak készülni, versenyezni. Mint nemrégiben Pasaréten a vasas szezonzáró utánpótlás viadalán. Tulajdonképpen ez a néve plasztanyag, ez egy műanyag, parafina leket műanyag. Télen-nyáron lehet ezzel síelni, független a hőmérséklettől. Ez UV-álló egyébként, ez a műanyagpálya 65 méter hosszú, és gyerekek nagyon-nagyon élvezik fel a síelést. Az alapoknak tökéletesen meg lehet, egészen középszintig lehet ezen gyakorolni. Aki esetleg attól tart, hogy a műanyag borításon veszélyesebb síelni, mint a havon, azt megnyugtatjuk. Ez a biztonságosabb terep. Teljesen homogén, kiszámítható felület, amelyen nem érheti a sízőt olyan meglepetés, mint például a jég a hó alatt. A vasas pasaréti síiskolában évente hozzávetőleg 400 gyerek tanul meg síelni, és közülük nagyjából 100-150-en veszik a későbbiekben is komolyabban a sportot, és kezdenek heti rendszerességgel gyakorolni. Ez a verseny, amit most látunk, ez az április közepei verseny, ez egy síünnepnek szoktuk mondani, 170 induló. Ugye a vasasnál nagyon fontos a család. Ez egy teljesen családi hangulattal, ugrálóvár, biciklizés, arcfestés, minden gyerek kap ajándékot. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen sikeres, jó szezont méltóképpen tudjuk így megünnepelni egy nagyon szép versenyen. Azt gondolná az ember, hogy a 10 év alatti korosztályt még nem feltétlenül az eredmények motiválják. Igaz, a gyerekek elsősorban élvezetből versenyeznek, de azért az eredmények igenis fontosak számukra. Például, hogy ilyen versenyeken nyerjek meg, én imádok síelni. Szóval, hogy többször menjek, ilyen nagyon síelős legyek. De vajon mi olyan jó a síelésben? Azért, mert ott lehet ugratot építeni, és ott nagyot lehet ugratni, és itt jobban beledöntöd, akkor nagyobbat kanyarodsz, és ez tök jó érzés, hogy itt kenni a vajat, mint a sílét. A gyerekek sportág ismeretére nem lehet panasz. A srácok jól ismerik a nemzetközi mezőnyt is. Én ismerek is síelőt, Hirschelt. Volt az olimpián, és aranyérmes lett. A hét összetett világkupa győzelemmel büszkélkedő osztrák Marcel Hirscher a kicsik példaképe, de a náluk nem sokkal idősebb 16 esztendős Tóth Zitának, a magyar síutánpótlás egyik legígéretesebb tagjának is jók az esélyei, hogy szép karriert fusson be. Az idén a magyar korosztályos alpesi sísport történetének legjobb eredményét elérve dobogóra állhatott azon a rangos olaszországi versenyen, amelyen az európai utánpótlás színejava lécet csatolt. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy mi a tehetség. Tehát, hogy az Ita is, ha azt nézzük motorikusan, illetve bizonyos képességekben nem olyan tehetséges, mert vannak nála tehetségesebb versenyzők, viszont az akaratereje az viszont meg kimagaslóan nagyobb, mint bárki másnál. És ez az, ami őt előrevisz, és ez az, ami a Miklós Editet is előrevitte. Tehát, hogy az akaraterő az ugye mindenek felett van inkább, azt mondanám. És a többi versenyzőnél is ezt látom, hogy egyre jobban akarják, és egyre jobban látják azt, hogy igenis meg lehet ezt csinálni, mert amit a Miklós Edit is megcsinálta, van jövőképe most már a sísportnak. Még dolgozni kell nagyon sok minden, például az, hogy lejjebb nyúljunk ezekbe a mini korosztályokba is, és hogy ott is fenntartsuk a igényt, hogy versenyezzenek, illetve hát a szakmai stábokat kell még kialakítanunk, hogy minél több edző legyen, és minél jobb szakmai munkát végezzenek. Abból, hogy hazánkban is egyre több a műanyag sípálya, az utánpótlás is nagy mértékben profitálhat. A sportág egyetlen magyar világkupa dobogósának, a Szocsi téli olimpián 7. helyezett Miklós Editnek kislányként nem volt lehetősége a tavaszi edzésekre szülőhelyén Erdélyben, mégis sikerült eljutni a nemzetközi élmezőnybe. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van, ami nagyon fontos, hogy ne hagyják abba, tehát 15-16 évesen ne hagyják abba, hanem tovább harcoljanak, és akkor lehetnek belőlük bajnokok. De ezek a lehetőségek kicsi gyerekeknek jó, hogy megtanulják, hogy hogyan kell elkezdeni a sízést, de hogyha már nőnek a gyerekek, ugye gyerek serdülőbe lépnek be, akkor mindenképp normál hóra, sípályára kell menni, de kezdésnek ez nagyon jó.